ezekkel az adatokkal együtt, vagy van külön tanulmány erről? Köszönöm. Okay, a nőknek olyan kérdéseket tettük fel, ugye feltettük azokat a kérdéseket, hogy 15 éves koruk előtt, ez egy külön fejezetben érhető el, és az internetes honlapon is, tehát aki kifejezetten ezt akarja megnézni, akkor ezt meg tudja nézni. És az összes adatot, amikor nyilvánossá tesszük, akkor ezt meg lehet nézni. A nőket arról is megkérdeztük, hogy a nőket arról is megkérdeztük, hogy gyerekek voltak-e tanúi az erőszaknak, és erről, ezek az adatok is megvannak mind. Az angol nyelvű jelentésben ez benne van. Tehát megnézhetik, hogy a gyerekek tanúi voltak-e az erőszaknak, vagy hogy fenyegették-e a gyerekeket azzal, hogy bántják őket, illetve hogy elveszik őket a nőtől, ez is megjelenik. Tehát különböző eredmények vannak, amelyek nagyon erősen kapcsolódnak egyrészt a bántalmazott nők gyerekeihez, másrészt arról, ahhoz, hogy a nők maguk gyerekkorukban mit éltek át. Juhász Borbála, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és Európai Női Lobby. És a Fundamental Rights Agency, ugye az EU egyik háttérintézménye, akár csak a European Institute for Gender Equality Vilniusban. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen az együttműködés a nők elleni erőszak területén, illetve az Európai Női Lobby az erősen kampányol azért, hogy 2016 az a nők elleni erőszak éve legyen, illetve hogy az Európai Unió önmaga is aláírja és ratifikálja az isztambuli egyezményt. Milyen politikai lehetőséget lát az EU-ban erre a két dologra? Köszönöm. Nagyon erősen együttműködünk az említett szervezettel, hiszen ők megkapták az adatainkat még mielőtt bárki más, és továbbra is működnek rajta, hogy egy ilyen nemi esélyegyenlőségi indexet kialakítsanak, és nem sokára kiadják a meglevő adminisztratív és rendőrségi adatokat. Európai Uniós szinten jövő hétfőn és kedden Brüsszelben leszek, abból a célból, hogy egyrészt ezekről az adatokról beszéljek, és hogy arról beszéljek, hogy milyen kevés nő fordul a rendőrséghez, és ez a kettő ez nagyon erősen jól kiegészíti egymást, és a bűncselekménnyel kapcsolatos, hogyha rendőrségi statisztikákat nézzük, az csak a jéghegy csúcsa, mindenféle kutatások azt mutatják, hogy nagyon sok olyan bűncselekmény van, amit az emberek nem jelentenek be, de ez a nők elleni szexuális erőszak és egyéb erőszak esetében ez még erősebb. Tehát azt gondolom, hogy ezzel elősegíthetjük azt, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációt elősegítsék, és egyéb szervezetek, például az Európai Női Lobby is segíthet ebben. Az, hogy az Európai Bizottság mennyire helyezi majd ezt központba, ezt nem tudjuk. Például jelenleg nagyon odafigyelnek olyan dolgokra, mint például a női nemi szervek megcsonkítása és a kényszerházasság. De inkább az erőszakot megpróbálják így eltávolítani. Az olyan fajta erőszakkal foglalkoznak, ami a nők többségét nem érinti. Tehát fontos a nők szexuális megcsonkításával foglalkozni, mint emberi jogi problémával, de a nők nagyon sokkal nagy száma tapasztal más formájú erőszakot nap, mint nap. Tehát azt hiszem, hogy útban vagyunk a ratifikáció felé. Az egyik ajánlásunk az, hogy az Európai Unió mint olyan ratifikálja az egyezményt, mint például más ENSZ egyezményekkel már megtette.
Már korábban megemlítettük, hogy az isztambuli egyező nagyon, hogy van egy nagyon fontos eszköz, az áldozati rányelv. Ez nem egy kifejezetten nemi alapú dolog, de az Európai Uniónak jövő év vége fele gyakorlatba kell helyeznie, és ez benne van a nemi alapú erőszak is, és ez nagyon fontos eszköz, és megnézi azt, hogy vannak-e olyan jogrendszerünk, ami gyakorlatban védi a nőket és általában az áldozatokat. Tehát egyik irányból van a törvényhozás, a másik irányban pedig a bizonyíték, és azt remélem, hogy ez a kettő együtt hatékony lesz. Sajnos korábban nem ismertem még ezt a jelentést. Mészárosné Halász Judit vagyok az M-minő politikai osztályról. És megütött egy adat, és erre szeretnék rákérdezni. Bocsánat, leülök, mert itt van a... Tehát, hogy az áldozatot elszenvedők, tehát a zaklatást elszenvedő nőknek EU átlagban 26%-a fordult rendőrhöz, Magyarországon ez csak 15. És azt szeretném kérdezni tehát, hogy ez a 15% a kérdezett nők közül, a zaklatást elszenvedők közül került ki, vagy pedig a megkérdezettek 15%-a. Nem tudom, világos-e, tehát, hogy aki nem szenvedett el, de hogy hallotta-e, hogy más rendőrséghez fordult. Ez kicsi különbségnek tűnik, de szerintem lényeges, mert nem tudom, ahogy jól mondtam-e. I think I've got it through the interpretation. Azt hiszem, hogy értem. Ha segíthetnek esetleg ebben. Amikor megkérdeztük a 42 ezer nőt, országonként 1500-at, az eredeti, ezekre a nőkre vonatkoznak az adatok, tehát, hogy volt-e szexuális zaklatásban részük és bejelentették-e. Tehát, hogy ez egy ilyen véletlenszerű minta volt. De hogy csak ezek a nők mondták, és ezek közül azok a nők, tehát a megkérdezettek közül azok, akik elszenvedtek szexuális zaklatást, ezek közül fordult 15% rendőrséghez. Mert nagyon fontos irányelvek vannak a véletlenszerű megkérdezéshez, tehát nem mentünk el anyaotthonokba, nem mentünk el bántalmazott nők csoportjaiba. De az adatok nagyon erősen azt mutatják, hogyha minden negyedik nő tapasztal zaklatást, és a többi három az nem. Tehát az a kérdés, hogy ez az egy, tehát hogy a minden negyedik nő, hogy aki elszenvedett zaklatást, hogy ők bejelentették-e. Erre vonatkozott a kérdés, gondolom. Összegezhetjük annyiban, hogy az áldozattá vált nők 85%-a nem fordult a rendőrséghez. Tehát ez egy nagyon katasztrofális adat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt még kettő jelentkező van. Krizsán Andrá vagyok, Közép-Európai Egyetem, és az a kérdésem, hogy van-e ennek, lesz ennek folytatása ennek az adatfelvételnek, terveze az FRA következő adatfelvételt? That's a golden question. Hát, ezt mindig megkapjuk ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy sok támogatást fog kapni az alapjogi ügynökség abban, hogy megismételjük ezt a kutatást, de csak a saját forrásainkat tudjuk használni, tehát, hogy ha más honnan is kapunk támogatást, akkor ez könnyebb lesz. Ha megismételjük ezt a kutatást, akkor is mindenképpen 5 évet várni kell, mert hogy nincs túl sok értelme erre a pénzt rádozni. Egy nagyon lelkes csapatunk van, aki
felméréseket végez, például bevándorlók között, LMBT emberek között, tehát vannak forrásaink, emberi forrásaink és szakértelmünk a felméréshez, és mindenképpen partnerségben csináljuk, de hogy például a női érdekérvényesítőkkel, akikkel konzultáltunk, tehát igazából politikai támogatás kell hozzá, mert nincs túl sok értelme adatokat gyűjtenünk, hogyha ezeket nem tudjuk átültetni a gyakorlatba, és nincs valamilyen fajta bizonyítékunk arra, hogy tényleg akarják használni ezeket az adatokat. Tehát a politikai klímától is függ a dolog. Utolsó kérdés, sajnos, mert mennünk kell tovább. Thank you. Hunter Roberts. Köszönöm szépen. Anita Roberts, pszichológus, a One Billion Rising-kal is dolgozom. Két csoportra szeretnék rákérdezni az adatok között. Az egyik a 15 év alatti lányok, akik incesztus áldozatai lettek, vagy pedig idézőjelben nem erőszakos molesztálás áldozatai voltak, tehát ezt akkoriban mondjuk ezt nem erőszakként élték meg. A másik pedig különböző Magyarországon levő etnikai csoportok közötti összehasonlítása, tehát hogy van erre adat. A jelentésben látható, hogy van egy külön fejezet a gyerekekről, és látható lesz, hogy a kérdések, amiket föltettük a nőknek a szexuális erőszakról, a szexuális erőszakot családtag vagy nem családtag is elkövetheti. Tehát a szexuális erőszakkal kapcsolatban konkrétan megkérdeztük, hogy 15 éves koruk előtt milyen gyakran történt az, hogy egy 18 éves vagy annál idősebb felnőtt csinálta önnel ezeket, amikor ön ezt nem akarta, például megmutatta a nemi szerveit, levetköztette önt egy másik személy előtt, vagy fényképek kedvéért, akarata ellenére megérintette a nemi szervét vagy a mellét, önt arra kényszerítette, hogy megérintse az ő nemi szervét vagy mellét, vagy kényszerítette szexuális együttlétre. Tehát ez csak az akaratuk ellenére történő dolgok. Mivel a kutatás elsődleges központja nem a gyerekkori erőszak, ezért korlátozott a lehetőségünk. Az interjú után a nőkkel egyedül hagytuk őket. Az interjúzó utána így kiment valamilyen ürüggyel, hogy vizet akar inni, vagy mosdóba, és egy ilyen kérdőívet adtunk a nőknek, azzal, hogy volt-e valami, amiről nem tudott beszélni, nem volt képes beszélni az interjúzóval, és csak ki kellett pipálni, hogy igen vagy nem. Tehát lehetnek olyan dolgok, amit a nők nem tudtak kimondani. És úgy tűnik, hogy gyerekkorukban sokkal több olyan dolog történt, mint amit meg tudtak osztani. És természetesen igyekeztünk minél változatosabb körből válogatni a válaszadókat, tehát például a saját bevallásuk alapján az etnikai hátterük, a szexuális orientációjuk és a fogyatékosságuk alapján. De hogyha az általános lakosság véletlenszerű mintájába, amikor ugye földrajzi területekre felosztjuk az országot, tehát hogyha bizonyos területeken többen vannak etnikai kisebbség részei, akkor onnan se szabad sokkal több mintát, nagyobb mintát venni, mert akkor nem lesz reprezentatív. Tehát, hogy európai szinten lehetnek adataink, hogy etnikai háttér vagy fogyatékosság alapján van-e különbség. De hogy igazából az általános lakosságot mértünk fel. Tehát, hogyha például 7%-nyi etnikai kisebbség él egy országban, akkor a mintában is csak 7% lesz, és akkor eléggé alacsony számok jönnek majd ki.
Dr. Gyanagudinak, hogy volt olyan jó, és elutazott hozzánk, és kicsit érthetőbbé tette számunkra azt is, hogy azok a számok, amik most már egy idővel köröződnek, és hát ugye mi is igyekeztünk megtenni a magunkét, hogy ezek ismerté váljanak, hogy egy picit jobban megértsük, hogy hogyan jöttek létre, mi volt a módszertan, ami alapján létrejöttek. És kollégáim készültek azzal, hogy picit ezt lefordítsák, talán kézzel, vagy aki számára kézzel foghatóbb, és ezt ki is vetítettük, úgyhogy most ezt fogjuk hallani Vért Judit tolmácsolásában. Köszönöm szépen, én nem szeretnék ezzel sok időt elvenni, csak azért, hogy így a magyar közönség számára kézzelfoghatóbbá váljanak ezek az adatok, ezért a FRA kutatás alapján, amit hát nem is tudom elmondani, hogy mennyire üdvözlünk, és az egyébként körülbelül ugyanakkor végzett népszámlálási adatok alapján, és az egyébként véletlenszerűen úgy alakult, ugyanakkor megkapott ügyészségi statisztikai adatok alapján tudunk végezni egy kis kivetítést. És ebből az jön ki, hogy Magyarországon a szexuális erőszak áldozatává vált lányok száma, 15 év alattiak száma, az körülbelül 30 ezer fölött van jelenleg Magyarországon, tehát ennyi magyar nő szenvedett el 15 év, vagy lány szenved el 15 éves kor előtt nemi erőszakot, 35 ezer, a fizikai erőszakot elszenvedettek száma 15 év alatt 140 ezer, már 15 éves kor előtt. Az úgynevezett életút adatok, amelyek tehát azt mutatják meg, hogy jelenleg hány olyan magyar nő él az országban, akivel valami ezek közül megtörtént, azok úgy alakulnak, hogy jelenleg közel 800 ezer olyan magyar nő, aki valamikor élt olyan párkapcsolatban, ahol bántalmazták rendszeresen, fizikai erőszak keretében, és körülbelül közel 300 ezer olyan nő él, akit a partnere fizikailag, vagy szexuálisan, akivel visszaélt szexuálisan a partnere, megerőszakolta, vagy egyéb nem kívánt szexuális aktusra kényszerítette, vagy abba belezsarolta. Az elmúlt 12 hónapos adatok azok mindig arról szólnak, az mindig arról ad információt a számunkra, hogyha azt kérdezik tőlünk mondjuk, hogy most ebben a pillanatban hány nőt ér ezek közül az erőszakok közül valamelyik, akkor meg tudjuk mondani. Ez az úgynevezett 12 hónapos pillanatfelvétel adat, innen szoktuk ezt tudni. És azt tudjuk, hogy jelenleg Magyarországon van körülbelül 280 ezer olyan nő, közel 300 ezer olyan nő, aki fizikai vagy szexuális erőszakot szenved el a jelenlegi mostani párkapcsolatában. Nézzük meg ezeket az adatokat, tehát emlékszünk, közel 300 ezer, közel 1 millió ilyen számokról beszéltünk. Nézzük meg, hogy 2012-ben hány bűncselekményt regisztrált Magyarországon ez a bizonyos rendőrség vagy ügyészség, amelyhez ugye, mint tudjuk, például szexuális zaklatás kapcsán a nők 80 vagy valamilyen fajta szexuális jellegű zaklatás kapcsán a nők 85%-a nem fordul. Hát azt hiszem, hogy nem teljesen véletlen, hogy nem fordulnak, de ez egy másik beszélgetés témája lehetne. Minden esetre 18 év alatti női sértettekre 429 eljárás indult, vagyis hát regisztrált bűncselekményt jegyeztek föl. Ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy utána abból eljárás lesz hosszabban, de minden esetre 2012-ben 429. Ugye ezt nem teljesen lehet összevetni, mert a FRA felmérésben 18 éven felülieket kérdeztek, vagy arra nézve, hogy 15 éves koruk előtt érte őket erőszak, vagy arra nézve, hogy 15 éves koruk felett érte erőszak. Magyarországon ugye a bűncselekmény, a büntető törvénykönyv határozza meg ezeket az jeles évszámokat, 12, 14, 18. Tehát ezek nem teljesen összevethetők, de azért ilyen nagyságrendi adatokat tudunk belőlük következtetni.
A 18 év feletti női sértettekre még rosszabb a helyzet, összesen 269 szexuális jellegű bűncselekményt regisztráltak. Én kigyűjtöttem az összes szexuális jellegű bűncselekményt, tehát nem csak a konkrét nemi erőszakot, hanem egyéb szexuális bűncselekményeket is, ebből 269 volt. Még nem tudom, talán így itt lent a nemi erőszak partner részéről, csak abból van ugye több mint 80 ezer. Az előző dián, ahogy láttuk, csak a partner részéről, csak nemi erőszakra, és ez nem az összes szexuális erőszak, tehát hogy azt gondolom, hogy ez ezért eléggé jelentős különbség, a fizikai erőszaknál pedig nézzük most csak a 18 év feletti női sértetteket, 1535 regisztrált bűncselekmény jelent meg. Tehát ugye a 200 ezer fölötti helyett, ami egy évben megtörténik, 2012-ben mondjuk. Tehát az teljesen világos, hogy úgy a szexuális erőszak, mint a fizikai erőszak Magyarországon mérhetetlen, vagyis hát mérhető, de óriási nagy látenciában van. Én a felnőtt nők sérelmére elkövetett szexuális erőszak kapcsán 168-szoros látenciát számítottam. Tehát ez azt jelenti, hogy 168 esetből egy regisztrálódik a magyar hatóságoknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit csinálnunk ezekkel az adatokkal. Nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy ezek az adatok most rendelkezésre állnak. A FRA felmérés az rendkívül részletes, rendkívül alapos. Nagyon jó, hogy lehet tudni a kérdéseket. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy böngészze a honlapot, és próbáljon onnan adat halászni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most egy intenzív fordulatot veszünk. A nap első részében a közpolitikáról, a jogi keretekről beszéltünk, és aztán arról, hogy hogyan tudjuk felmérni, akár összefogva az egész Európai Unióban, akár egyetlen civil szervezet párbíróság átvizsgálásával, átvilágításával, hogy hogyan tudjuk felmérni egy adott jelenségnek a valóságát. Amikor az ember segítőként dolgozik, akkor nagyon nagy mértékben épít ezekre az ismeretekre, információkra, hiszen valamilyen módon ki kell alakítani szolgáltatásokat annak érdekében, hogy megfelelően tudjunk reagálni ezekre a jelenségekre, és ehhez persze nagyon szükséges az, hogy lássuk ezeknek a jelenségeknek a pontos megvalósulását. Most egy egészen, hogy is mondjam, a segítő, illetve a jogász szubjektív szemszöge fog következni a NAN Egyesület két projektjével kapcsolatban, amit így érdekesen ötvöztünk is ebből a szempontból, hiszen azért döntöttünk emellett a fordulatunk mellett, mert hogy a tapasztalatok eléggé egy irányba mutatnak, és eléggé egyfelé csatornázódnak be, és így nem tartottuk volna szerencsésnek, hogy így atomizáljuk valahogy ezeket az élményeket, amikor a konklúziók közösek. Úgyhogy kedves kollégáim Hoffmann Kriszta és Wirth Judit fognak beszélni egy ponton állítólag, majd nekem is kell pár szót szólni, de majd akkor ők kivételesen, majd akkor ők megadják nekem a szót erre. Üdvözlöm Önöket! Hoffmann Krisztának hívnak, szociális munkás és szupervizor vagyok. 20 éve dolgozom segítőként, különféle területeken szereztem tapasztalatot, dolgoztam szenvedélybetegeket segítő szervezeteknél, dolgoztam hajléktalanok ellátásában, gyermekvédelemben, és prostitúcióban élő nőket támogató programokban is. Az utcai szociális munkától az elhelyezéses ellátásokig sokféle intézménytípusban dolgoztam, dolgozom a mai napig. 10 éve foglalkozom párkapcsolati erőszak áldozatainak a segítésével. Nagyon örülök, hogy ilyen sok különböző szakma képviselőjét láthatom ma itt összegyűlni. A munkám során gyakran érzem, hogy milyen nagy szüksége van az ügyfeleinknek arra, hogy ilyen sok területről, ilyen sok felkészült, a nők elleni párkapcsolati erőszak jelenségét ismerő szakemberrel találkozhassanak. A most következő előadásban, ami az eszközök és módszerek a bántalmazott nők és gyermekeik támogatására, a segítő és a jogász szemével, két programot fogunk ismertetni.
Számomra ebben a két programban a legfontosabb elem az a team munka. Az ügyfeleink számára elérhető úgynevezett integrált ellátás lényege, hogy a mentális és a jogi segítséget egymással és az ügyfelekkel folyamatosan kapcsolatban lévő szakemberek nyújtják. Pszichológusok, szociális munkások és jogászok folyamatos egyeztetése, állandó kommunikációja erősíti azt a kapcsolati, azt a támogató hálót, amit az ügyfeleink köré igyekszünk szőni. És valóban, engedjék meg ezt a személyes megjegyzést, gyakran gondolok úgy magamra, mint egy nagy pókra, aki ül egy hálóban, és reagálok, igyekszem reagálni a háló rezdüléseire, vagy kifejezetten proaktívan elébe is megyek folyamatoknak. Igyekszem összekötni egymással szálakat, és állandóan ellenőrizni, hogy a háló kellőképpen feszes legyen. Mindkét programban, amiről beszélni fogunk, számomra a segítő munka egy rendkívül komoly kihívás, állandó készenlét és maga a teljes kiszámíthatatlanság. Hadd illusztráljam konkrétumokkal mindezeket. Most néhány szót fogok szólni a NANE Egyesület Vodafone-os programjában végzett segítő munkámról. 2013. májusa óta vagyok a Vodafone a nők biztonságáért elnevezési segélyhívó programban résztvevő nők kapcsolattartója. Ebben a segélyhívó programban jelenleg 33 aktív készülék van kiadva, tehát jelenleg 33 nő él egy ilyen kis riasztó készülékkel a zsebében. Közülük van, akivel havonta beszélek, és van, akivel két naponta. Van, akivel 30 percet, és van, akivel megszakításokkal, de órákig. Vannak nyugodt, elemző, lassabb tempójú segítő beszélgetések, és vannak a félelemtől és a sírástól eltorzult hangú ügyfelekkel folytatott krízisintervenciós hívások. Ezeknek az ügyfeleknek a többségével még csak nem is találkoztam személyesen. Soha. Elsődleges eszközöm a segítő munkában a hangom, egyébként a tudásom, a naprakész információim és a kapcsolatrendszerem segítik még a munkámat, és a módszerem az a Rogersi személyiségközpontú segítő beszélgetés, szükséges és elégséges hármasa, a hitelesség, az empátia és az elfogadás, egy kicsit feldúsítva erkölcsi állásfoglalásokkal, statisztikai adatokkal, és a bántalmazás természetrajzára vonatkozó tényekkel. El kell, hogy mondjam, hogy ebben a munkában nagyobb támogatásra van szükségem a munkatársaimtól, mint korábban valaha. Intellektuálisan, érzelmileg és fizikailag jobban megvisel ez a munka, mint korábban bármi más. Soha ennyire fontosnak és életbevágónak nem éreztem segítő programot, amiben részt vettem. Soha ennyi pozitív visszajelzést ügyfelektől nem kaptam a munkámra, mint ebben a programban. Igaz, hogy korábban soha ennyire eszköztelennek és dühösnek nem éreztem magam, mint ebben a programban, ahogy esetről esetre egyre nyilvánvalóbbá válik számomra a rendszer szintű intézményes erőszak a nők és az ő gyerekeik ellen. És most szeretném átadni a szót a jogász kollégának, aki szintén ebben a programban dolgozik, ebben az integrált ellátásban. Hát én nem akarok a mai vészmadár lenni, de ismételten hát nem túl jó, hogy is van, csak híreket fogok hozni, de azért a végére meg fogom próbálni ezt valamilyen tanulsággal zárni, vagy meg fogjuk próbálni, amivel érdemes innen elmenni, és ami ad valamiféle támpontot a hogyan továbbra, meg az egyáltalán hogyanra ahhoz, hogy hatékonyan lehessen segíteni ezeknek a nőknek. Talán többen ismerik a jelenlévők közül a Néma tanúk felvonulást, ami ugye a párkapcsolati erőszakban megölt nőknek állít emléket. Én azt hiszem, hogy a lényeg annak a munkának, amit ezekben a projektekben csinálunk, a Vodafone programban, meg a másikban, amit Györgyi hamarosan be fog mutatni, az annak a bemutatása, annak az átélése, hogy nem csak a Néma tanúknak vannak történetei, vannak történetei azoknak a nőknek is, akiket még nem ölt meg a partnerük, a volt partnerük, és hogy
és hogy azt gondoljuk, hogy érdemes ezekkel a történetekkel addig foglalkozni, ameddig ezek a nők élnek, és ez az, aminek, amihez mi itt a jelenlévő szakembereknek a segítségét kérjük. Különben ők közülük is előfordulhat, hogy többükből a párkapcsolati erőszak során megölt nő, azaz egy szám, vagy egy történet, egy ilyen halálos történet lesz. És mi azt gondoljuk, azt tapasztaljuk, hogy ezt meg lehet előzni. Tehát most én néhány idézetet fogok felolvasni hatósági személyektől, és nem azért elsősorban, hogy elrettentsek mindenkit, vagy elborzasszak, vagy hogy itt valami nagyon izgi módon lerántsam a leplet bírókról, rendőrökről, akiket persze nem fogok megnevezni az adatvédelemnek a szent nevében, hanem azért, hogy inkább rávilágítsak arra, hogy lehet tetten érni, nagyon jól lehet tetten érni azokat a hibákat, hiányosságokat, amiket következetesen követnek el szakemberek. Ha sok ügyet látunk együtt, akkor jól lehet tetten érni, és én töretlenül hiszem azt, hogy előbb-utóbb, amikor ezekre rávilágítunk, akkor nem az lesz a zsigeri reakció, hogy elkezdenek védekezni, akármilyen szakmáról beszélünk, hanem hogy azt mondják, hogy húha, hát ezt így szoktuk csinálni, ez nem annyira jó, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk helyette csinálni. Rendőrségi alezredes azt mondja, nem az ő feladata azzal foglalkozni, hogy egy nő rosszul választ párt. Bántalmazottat a férje fenyegette, kergette, ez persze elég tartós szokott lenni, hosszas kiabálásokkal, tényleges fenyegetésekkel. Rendőr azt mondja, nem történt sérülés, nem adnak ki távoltartást, forduljon a bírósághoz, az gyorsabb. Ezután a nő bujkálni kezdett a gyerekével. Három gyerekkel. A férfi a hatóság számára jól ismert bántalmazó, ittosan szokott randalírozni, rendszeres rendőri intézkedések alanya. Egy alkalommal összeszedték az utcán, és hazavitték, hogy szedje össze a cuccait, és menjen el. Mármint, hogy otthonról lesz, kvázi, mint egy távoltartás lett volna. De nem szedte össze, úgyhogy ott hagyták. Azt mondják, hogy nem tudják távoltartani, mert nincs bejelentve a közös ingatlanba. Bírónő azt mondja a távoltartási meghallgatáson a bántalmazottnak, arról a rendszeres bántalmazóról, aki már többször kórházba juttatta őt, tehát a bántalmazottnak mondja, magának kell alkalmazkodni, hát nem látja, hogy ez az ember alkoholbeteg? És különben is csak nem képzeli, hogy a férjét karácsonyra elküldöm egy hajléktalan szállóra. Rendőr azt mondja ugyan a férfinak, ami már egy pozitívum, hogy nincs joga kizárni a nőt a lakásból, ám de figyelmezteti mindkét felet, hogy ne provokálják egymást, és próbáljanak meg nyugton lenni. A bíró azt mondja a távoltartási tárgyaláson, azután, hogy eddig négyszer riasztott ezzel a bizonyos vészjelzőkészülékkel, azt mondja az áldozatnak, először megkérdezi a bántalmazót, hogy valóban megszokta verni a feleségét, ő azt mondja, hogy igen, megszokta verni, mikor verte meg utoljárát, kb. 3 hetet, de nem nagyon. Azt mondja a bíró, hogy ad még egy esélyt a férfinak, nem tartja távol. Van olyan bántalmazónk egyébként itt ebben a programban, aki nagyon ügyesen használja a rendszert, mert teljesen megszokta azt, hogy mire a riasztásra rendőrök kijönnek, addigra mindig eltűnik. És ezzel elmegy, egyszerűen elmegy otthonról. És ezzel sikerült elérnie a 15. riasztásra, hogy a rendőrök már nem jönnek ki. Azt mondja egy másik ügyben a bíró a férfinek, illetve nem. Azt történt, hogy 15 riasztás után sikerült végül is elérni ugyanennek az ügyfélnek,
hogy végül őt tartották távol a bíróság részéről, tehát a bíróság távol tartotta a bántalmazottat. Azt mondta, hogy a bántalmazott már kétszer távol tartotta, és ez így igazságos. Amúgy ezen a bizonyos tárgyaláson azt vette figyelembe a ügyfél távoltartásánál, hogy az ügyfél megharapta és megkarmolta a férfit, aki folytogatta őt. Hát mindenki, aki a büntető joggal bármennyire is valamilyen ilyen is ismerettségben van, azt tudja, hogy a folytogatás védekezési sérülései azok nagyon-nagyon jellemzőek. Ilyenek a harapás és a karmolás nyomok. Ugye az ember próbálja harapni azt a kezet, ami vagy kart, ami körbeéri, illetve a karmolás. Amúgy ugyanezen a bántalmazáson, ugyanennek a bántalmazásnak az eredményeképpen volt az ügyfélnek 8 napon belül gyógyuló sérülésekről látlelete, tehát még csak meg sem lehetett kérdőjelezni, hogy valóban volt miért védekeznie. Tudnám még sorolni, de nem fogom, hanem összefoglalom. Az a tapasztalatunk ezzel a programmal, hogy az áldozatok két irányba haladnak. Az egyik irány az, amikor nagyon hálásak, elsősorban a rendőröknek, mert ugye velük van az elsődleges kapcsolatuk, ha egyáltalán kiérkeznek a rendőrök, ha kijönnek, nem mindig jönnek ki. És abban a pillanatban, hogy bármi történik tulajdonképpen, akkor már hálásak. Ilyeneket tekintenek pozitívumnak, és nagyon örülnek az áldozatok, hogy egyáltalán a rendőr kijött, akkor is, hogyha nem követte ez semmiféle intézkedés egyáltalán, tehát konkrétan nem csináltak semmit. Olyan eset is van, ahol mind a kettőjüket kioktatták, de az egyikre eljátszották a jó rendőr, rossz rendőr műsort. Az egyik rendőr elmondta a nőnek, hogy ne nyomogassa a gombot, mert mit képzel, nem fognak ők állandóan ugrálni. A másik rendőr pedig rendre utasította az elkövetőt, hogy vigyázzon magára, mert ha még egyszer ki kell jönniük, akkor beviszik. Ezt az intézkedést az ügyfelünk nagyon hálás szívvel emlegeti. Tehát az kell hozzá, hogy a bántalmazottak úgy érezzék, hogy nem nézik őket teljesen hülyének, és nem akarják őt teljesen magára hagyni a hatóságok, hogy kijöjjenek egyáltalán, hogy határozottan beszéltek az elkövetővel, ezt szokták említeni. Nagyon pozitív intézkedésnek minősül elképesztően, hogyha előállítják a bántalmazót, még akkor is, hogyha pár óra múlva kiengedik. Volt olyan rendőrség, amelyik a riasztás után ugye nem ment ki, de fölhívta az ügyfelet telefonon. Ez is igen pozitív értékelést kapott, mert egyáltalán megkérdezték tőle, hogy megvan-e még, meg hogy van, meg hogy akarja, hogy kijöjjenek. Nem akarta egyébként. És ilyet említettek még, hogy megértőek voltak. Ugyanakkor, ami negatívum volt, az az, hogy rendszeresen előfordult, hogy kioktatták az ügyfeleket, különösen azokat, akik gyakran riasztottak. Talán érdemes elmondanom, hogy ez az ügyfél, aki végül is 23 riasztásig jutott el, ennek időközben sikerült vidékre menekülnie, ahol köszöni szépen nagyon jól van. Pszichiátriára akarták vitetni a rendőrök, mindenfelé el volt terjedve, hogy nem normális, hogy össze-vissza riaszt, és így tovább. Köszöni, jól van, egyedül él, gazdálkodik, mondhatnám, hogy boldogan él, amíg meg nem hal. Rendszeresen előfordult, hogy különféle hivatkozásokkal nem adtak ki távoltartást, amely hivatkozások nem voltak jogszabályszerűek. Rendszeresen előfordul, hogy megvárják, amíg a bántalmazó távozik. Ez az ügyfél például, aki egy idő után megszűnt riasztani. Az ő esetében a csúcs az volt, hogy délelőtt riasztott, és délutánra még nem voltak kint a rendőrök. Nem indítanak hivatalból eljárást olyan esetekben sem, amikor erre módjuk lenne. Azt mondják, hogy nem, tehát ez a megfogalmazás, hogy nem történt semmi az olyan esetekben, amelyeknél nincsenek látványos külsérelmi nyomok. És hogy bírósághoz küldik a távoltartásért azzal, hogy úgy is majd a bíróság kiadja.
Ez utóbbival kapcsolatban azért szeretném megjegyezni, hogy a rendőrségnek a távoltartásokkal kapcsolatosan a gyakorlata, az aktivitása csökkent azóta, hogy a megelőző távoltartásról szóló törvény 2009-ben megszületett. Először elkezdték használni, láthatólag az volt a benyomásunk, hogy ők örülnek annak, hogy van már egy eszköz a kezükben, majd utána, amikor azt látták, hogy a bíróságok nem tartják fönt ezeket a távoltartásokat, akkor elkezdték nem használni. Tehát ezen a ponton én csak csatlakozni tudok a Patent Egyesület jogászának a megállapításaihoz. Ez a mi mindennapos tapasztalatunk is. A bíróságoknak sokkal, de sokkal proaktívabban kell alkalmazni a távoltartást. Teljesen tarthatatlan, hogy rendszeresen elküldik azokat a nőket, akiknek egyébként a rendőrség adott 72 órás távoltartást, már pedig a rendőrség a helyszínen volt, nyilván nem véletlenül adta. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal körültekintőbben kell eljárni a bíróságnak akkor, amikor egyszerűen csak elküldik ezeket a nőket távoltartás nélkül. Az meg nyilvánvalóan megengedhetetlen, hogy tőlük várják el, hogy megértsék a bántalmazójukat. És akkor most szeretném megkérni Tóth Györgyit, hogy szóljon néhány szót a Daphne programunkról. Köszönöm szépen, azért nekem jut ez a nemes feladat, mert hogy én voltam, aki ezt a programot koordinálta. A Európai Unió legkisebb pénzforrása civil szervezetek számára, meg más szervezetek számára a Európai Unió Daphne programja volt mostanáig, amíg le nem zárult, amelyik nők, fiatalok és gyerekek elleni erőszakkal kapcsolatos projekteket támogatott, tipikusan és elsősorban kísérleti projekteket. Most ugye a NANE Egyesület a méreténél fogva és az erőforrásainál fogva nagyon gyakran azon a területen aktív, hogy honosítunk, illetve kifejlesztünk jó gyakorlatokat, és aztán azt képzések, szakirodalom, illetve a közvélemény tájékoztatása formájában próbáljuk elterjeszteni, úgyhogy így nagy örömmel veszünk részt ilyen programokban. Itt meg kell mondani egyébként, hogy az Európai Uniós támogatásoknál ugye tipikusan egy minimum 20%-os önrész kötelező, ami a jogalkotó szándéka szerint, tehát az európai szabályok megalkotóinak az volt ezzel a szándéka, hogy ne csak az Európai Uniós pénzforrások, hanem a nemzeti kormányok is részt vegyenek a támogatásban, hiszen óhatatlanul azok az országok, amelyekben egy EU-s projekt megvalósul, óhatatlanul jobban részesülnek belőle, tehát nem fair ezt 100%-ban az európai adófizetőkre terhelni. Na most az egész közel-kelő európai régióban amúgy egy nehézség, hogy az az elvárás, hogy a nemzeti kormányok járuljanak hozzá, tehát hogyha az Európai Unió úgy tartja egy projektről, hogy az támogatást érdemel, hogy arra legyen egy mechanizmus, hogy ez megkapja az önrész támogatást az adott ország kormányától, ez a mechanizmus az új tagállamokban nem igazán működik, beleértve Magyarországot is. Ez a csatlakozás óta így van egyébként, tehát ebben sincsen semmi új. Ez csak mint háttérnek mondtam el, hogy nagyon nehéz Magyarországról ezekben a programokban részt venni. Nekünk is eléggé komoly nehézségeket jelent az önrésznek az előteremtés egy ilyen programhoz. De szerencsére jelen esetben sikerült, és ebben a kísérletben egy olyan irányba mentünk, ami amúgy is foglalkoztatja a szervezetünket, és amivel kapcsolatban a jövő év folyamán kutatást is fogunk végezni, és ez a párkapcsolati erőszak áldozatává váló gyerekeknek a helyzete, az ő láthatóságuk vagy láthatatlanságuk a rendszerben. Ebben az esetben a program, amiben részt vettünk, egy kifejezetten terápiás jellegű program, ahol a bántalmazott anyák és gyermekeiknek általában a lelki jólétének a visszaállítása, és konkrétan a tipikusan a bántalmazó és a bántalmazás által megromlott anya-gyermek viszonynak a javítása van a középpontban. A végére egy egész komoly kis tím jött össze, azt hiszem, hogy erről majd hallhatunk részletesebben. Ben is döbbenetes, hogy hány emberre van szükség, hogy helyrehozza azt a kárt, és milyen sok időre, amit egy ember okozott viszonylag rövid idő alatt.
Ezt nem árt akár többször is elmondani, szerintem ne aggódjatok. Úgyhogy ismét visszapöckölöm a szót a kollégákhoz. És akkor én kezdeném megint a segítői szemszögből, és közben egy rövid slideshow-t, egy diavetítést lehet látni, ami a program során készült fotókból állítottuk össze. Munka nevén anya-gyerek kutya csoportnak hívtuk ezt a programot, és az volt a célja, hogy a bántalmazó partnerek apák által tudatosan és célirányosan rombolt anya-gyerek kapcsolat helyreállítását segítsük. A kezdetektől tudatában voltunk annak, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás csak egy csepp lesz a tengerben, és végleges eredményt nem is tudunk elérni, hiszen a traumák feldolgozása és a gyógyulás csak akkor kezdődhet el, ha a traumatizáló folyamatnak vége szakad. A programban résztvevő gyerekeknél azonban közel sem ez volt a helyzet, hiszen folyamatosan ki voltak téve a kényszerláthatások során az őket bántalmazó apáknak, így maximum az ártalmak csökkentésére tudtunk törekedni, illetve erősíteni az anya-gyerek kapcsolatot, és lehetőséget biztosítani az anya-gyerek egységek számára, hogy olyan élményeket gyűjthessenek, amelyek pozitívak, viccesek és közös és sikeres probléma megoldásokról és együttműködésekről szólnak, hogy olyan emlékeik legyenek, amelyekre az élet nehéz pillanataiban majd tudnak támaszkodni. Az anyákat és a gyerekeket a NANE Egyesület ügyfélköréből választottuk ki, korábban is kapcsolatban voltunk velük, és a program után is tart velük a folyamatos kapcsolattartás. A találkozókat két részre osztottuk. Az első részben mindenki együtt dolgozott, az anyák, a gyerekek, a kutyák és a szakemberek. Ilyenkor különféle akadályokat kellett az anya-gyerek egységeknek közösen leküzdeni, problémákat kellett megoldaniuk, és minden ilyen helyzetben szerepelt egy terápiás kutya. A második részben külön foglalkozás volt a gyerekeknek és az anyáknak. A kutyák meg hazamentek pihenni, mert totál kifárasztottuk őket. A csoportokat remegő testű, lesütött szemű gyerekekkel kezdtük, akik olyan halkan beszéltek, ha egyáltalán megszólaltak, hogy a terápiás kutyák nem reagáltak az általuk kiadott utasításokra. A csoportmunka során azonban érzékelhető volt a fokozatos oldódás, míg a folyamat végére nevető, szemkontaktus tartó, kapcsolatfelvételt és beszélgetést kezdeményező gyerekekkel volt erre a terem. Az anyák és a nők egymás közötti beszélgetései során a feltétel nélküli elfogadás volt jelen, ahogy ültek, hallgatták egymást és sírtak, és ezekben a percekben nem voltak egyedül. Soha ilyen költséges és nagy szakemberigényű programban nem dolgoztam még korábban. Volt olyan kisfiú, akinek saját személyi segítői voltak, akik 30 percenként váltották egymást, mert a kisfiú a sok-sok szedatívum ellenére olyan rossz állapotban pörgött, hogy rövid idő alatt elhasználta az segítőket. Rengeteg szakember, terápiás kutya és pénz kellett, hogy ideig óráig ellensúlyozni tudjuk mindössze néhány bántalmazó férfi hatását. A programnak vége, a bántalmazás akadálytalanul folytatódik a mai napig. És akkor most ismét a jogász szemével. Még az előző programból, a vészjelzős programból ugye kiderülhetett mindenki számára, hogy a jogi segítők azért vannak nehéz helyzetben, mert egyáltalán nem is indulnak eljárások tipikusan, tehát nincsen hova beszállni. Sőt, egyébként olyan eset is volt, ahol a jogász levelet írt valamelyik rendőrségnek, hogy indítsanak eljárás az elkövetővel szemben, és illetve tartsák távol, és azóta effektíve kinevették, utána később kinevették a bántalmazottat azzal, hogy ha már jogi segítőket is igénybe vesz. Tehát, hogy nincsen benne olyan jogi elem, vagy nagyon nehezen szuszakolható bele olyan jogi elem, amelyik teret adhatna a gyógyulás segítő munkának, addig ebben a bizonyos anya-gyerek-kutya programban a jogi segítők is legelsősorban ilyen kárenyhítő tevékenységet végeznek. Mert hogy az anyákon, vagy a gyerekeken keresztül a gyerekek is és az anyák, a gyerekek és az anyák is folyamatos kapcsolatban kell, hogy legyenek a bántalmazóval, tehát ahogyan Kriszta mondta, a bántalmazás gyakorlatilag akadálytalanul folyik tovább,
és ez minden alkalommal újra traumatizáló, és soha nincs meg az a fajta feloldozás, hogy jogi elégtételt kapnának, jogi elismerést kapnának azok a sérelmek, amelyek ezeket a gyerekeket és rajtuk keresztül az anyákat érik. Tehát gyakorlatilag ezzel foglalatoskodnak a jogászok ezekben az ügyekben, megpróbálják oltani a minden pillanatban fölbukkanó tüzeket. Mi nagyon reméljük, hogy a 2014. augusztusában kiadott miniszteri módszertani útmutató, aminek az a címe, hogy módszertani útmutató a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működtetése kapcsán, a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges, egységes elvek és módszertan. Nem tudom, nincs befejező ez a mondat, de mindegy, ez egy módszertani útmutató. Ebben a 18. oldalon van egy mondat, amely így szól, amennyiben a hozzátartozók közötti erőszaknak a gyermek is szemtanúja, azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mint egy a bántalmazás ellene is irányul. Tehát ez a kitétel rendkívül szorosan kapcsolódik ehhez a projekthez, és ahhoz az egyre nagyobb figyelemhez, amit a párkapcsolati erőszak által érintett gyermekek kapnak jelenleg szerte a világban. Összefoglalásként én azt mondanám, hogy mindkét programból és a Patent Egyesületnek a bíróságfigyelő programjából is teljesen világos, hogy az áldozatokkal foglalkozó szakembereknek óriási szerepe van abban, hogy egyrészt felismerjék a bántalmazókat, meg lehet a bántalmazót ismerni kívülállóknak, és másrészt, hogy az áldozatokat és ezenből gyerekeket különösen akár közvetlen, akár közvetett áldozatokat támogassák, és kifejezetten, hogy úgy mondjam, az ő érdekeik mellett álljanak ki, jogi érdekeik mellett. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valakit jobban szeretünk, mint valaki más, hanem arról van szó, hogy ezt nem lehet erkölcsi állásfoglalás és elkötelezettség nélkül kezelni ezt a kérdést. Mi azt szoktuk javasolni, figyelembe véve természetesen a felelősségre vonás szabályait is, a fegyelmi büntetőjogi ilyen-olyan felelősség, a kötelezettségeket, a jelentési kötelezettségeket, illetve a konkrét azonnali segítés szükségletét, hogy aki teheti, tanúskodjon, aki ügyféllel találkozik, akinek ügyfelei vannak, olyan szakmában dolgozik, dokumentáljon, amit csak tud. Ha attól tart, hogy a dokumentációja ártana az ügyfélnek, akkor legalább dokumentáljon a fióknak, mert el fog jönni egy pont, amikor arra dokumentációra szükség lesz, és már nem fog ártani az ügyfélnek, és saját magának sem. Hogy ne hagyják magukat megtéveszteni az elkövetők által, álljanak ki, merjenek kiállni határozottan az ügyféllel való beszélgetésekben, és akár a bántalmazóval való beszélgetésben is az erőszakkal szemben. Ha azt várjuk az áldozattól, hogy ne féljen, akkor járjunk elől jó példával, és ne féljünk mi sem, ne féljünk szakmailag oda tenni magunkat azoknak az oldalán, akiket egyébként nem fog meghallani senki. Köszönjük szépen a figyelmüket, és nagyon reméljük, hogy ezekről a projektekről, a folytatásról is beszámolhatunk, és arról, hogy ezek a nők mind megmenekültek végleg a bántalmazástól. Köszönjük szépen, és most ismét lehetőség van pár kérdésre, ne meneküljetek még el. Hát, ha van kérdés hozzátok. Lehet, hogy csak félreértettem itt az a Texas Vodafone programnál, hogy a 15. hogy azt mondtad, hogy mindig eltűnik a bántalmazó a riasztás után. De ennek a Texasnak nem az a lényege, hogy a bántalmazó ne tudjon a riasztásról?
Vagy lehet, hogy én értettem félre valamit, de ez az így nagyon furának tűnt. Azoknak, akik nem ismerik még pontosan, ez ugye egy riasztó készülék, amelyet a bántalmazott kap. Abszolút ideális esetben, ez kizárólag olyan más országokban, ez olyan bántalmazottak számára adható ki, akik nem laknak együtt, nem élnek együtt a bántalmazóval. Magyarországon ezt nem tudjuk megvalósítani, mert a bántalmazottak olyan nehezen tudnak szétköltözni a bántalmazótól, hogyha csak olyanoknak adnánk ki, akkor nem tudnánk kiadni. Országos szinten lehet, hogy igen, de abban a néhány kerületben, ahol a rendőrség eddig bekapcsolódott, ott nem lenne elég minta, vagy nő, akinek tudunk segíteni. Ennél fogva vannak bántalmazók, akik tudnak róla. Ez nem feltétlenül hátrányos egyébként. Azt tapasztaljuk, hogy a bántalmazottak elég jól meg tudják ítélni, hogy mi az, ami valamennyire is egyáltalán kordában tartja az elkövetőjüket. Elég jól ismerik őt, ugyanúgy, ahogyan ő is ismeri viszont őket. Van olyan bántalmazó, aki tart a készüléktől. Mert időnként elveszi, megfenyegeti a nőt azzal, hogy tönkreteszi, eltünteti, eldobja, ilyesmi, de aztán nem meri, hanem visszaadja. Van olyan bántalmazott, aki az élete árán is óvja a titkot, és semmiféleképpen nem mondja meg, vagy nem hozza a tudomására, nagyon figyel arra, hogy ne derüljön ki. Tehát, hogy ezt a nők általában elég jól meg tudják ítélni annak ismeretében, hogy a bántalmazójuk mi az, hol az a határ, amit meghúz azzal kapcsolatban, mi az, amit hajlandó valamennyire tiszteletben tartani, és mi az, amit egyáltalán nem. Jó napot kívánok, sziasztok! Kell bemutatkozni? Kis Péter Erika vagyok a Nane Hold udvarból, és azt szeretném megkérdezni, hogy írnak-e a Nanés munkatársak és a segítők új jelentést, mert hogy egy évvel ezelőtt volt ennek a Vodafone Tech SOS-nek az előző jelentése, íródik-e újabb? Köszönöm. Nagyon jó a kérdés. Idénre volt tervezve, de sajnos nem haladt annyit előre a program, hogy érdemes lett volna. Egyrészt ugyan bevontunk több új kerületet, de hát kicsit passzív volt a rendőrség, hogy finom legyek. Tehát nem keletkezett új annyi új ügyfél és annyi új élmény, hogy ne lett volna ismétlés. A másik fontos része, amire most már viszont úgy tűnik, hogy tényleg 2015-ben sor kerül, az, hogy egy teljesen új készülék kerül bevezetésre Európa szerte, és egyébként is az új jelentésnek az is lett volna a lényege is, hogy a kütyű oldalról is megnézzük, hiszen az előző jelentésnek is fontos része volt, hogy magáról a készülékről mit gondolnak az ügyfelek, úgyhogy 2015 végére van ez az új jelentés betervezve. Lakatosné Jutka vagyok. Egy rendkívül furcsa kérdést szeretnék feltenni. Hallottunk arról, hogy milyen megjegyzések történnek bíróságrendőrség részéről. Mennyi lehetősége van az áldozatnak, hogy titeket meghívjon kihallgatásra, bírói tárgyalásra, stb. Mennyi jogotok van felhívni a figyelmet arra, hogy ugyan már ne a bántalmazottat bántsuk, és mennyi kilátásotok van arra, hogy a bírói és a rendőri és az ügyészi és az egyéb rosszindulatú véleményeket, megjegyzéseket csökkentsétek? Jó, sok kérdés, meg érdekes, köszönöm, Jutka. Abszolút van lehetőségünk, és én ahogy a Judit említette, én nagyon fontosnak is tartom, hogy vegyünk részt az eljárásokban tanúként, illetve szakértő tanúként, attól függően, hogy melyikre van szükség. Én magam rendszeresen tanúskodom bíróságokon, rendőrségeken, eljárások során, ha a bántalmazott nő erre felkér. Tudunk szakvéleményt készíteni a vele való munkának a tapasztalatairól, amiben le tudjuk írni azt, hogy az ő viselkedése, működése az a bántalmazásnak a következménye, tehát hogy ez az okozat, és ez nem az oka a bántalmazásnak.
Az, hogy mennyire tudom én segítőként enyhíteni vagy tompítani azokat a negatív hatásokat, ami őket érheti, ami a másodlagos áldozattá váláshoz vezethet, hát erre azt tudom mondani, hogy én megteszem a tőlem telhető legtöbbet. Vannak helyzetek, amiben nekem nincs lehetőségem például egy bíróval kommunikálni. Tehát ha én nem kapok kérdést, akkor én nem szólhatok a bírósághoz. Talán egy rendőrségi eljárásban egy kicsit nagyobb mozgásterem van, és jobban tudom képviselni az ügyfélnek az érdekeit. Ami nekem fontos, az az előtte való felkészítés, tehát mielőtt megtörténik a rendőrség, illetve a bírósági meghallgatás, az ügyfél felkészítése, illetve az események után való kárenyhítés. Leginkább ebben tudok jelenleg jobban részt venni. Jogilag ezt teszi nekem most lehetővé a rendszer. Köszönöm szépen, és akkor köszönöm szépen ennek a panel minden résztvevőjének. Nincsen időnk több kérdésre, nagyon kicsit el is vagyunk csúszva sajnos. Az előadók itt lesznek az ebédszünetben még, úgyhogy tudjuk folytatni. Thank you very much. És akkor kérem szépen a következő panel résztvevőit, hogy fáradjanak ide. Köszönjük szépen a türelmet ehhez a kis szünet nélküli átmenethez a nagyon szoros programunkban, és sok szeretettel köszöntöm az utolsó panel résztvevőit, akikkel a szexuális erőszakkal szembeni hatékony és szakszerű fellépésről fogunk beszélni, azon belül is a média az a terület, amivel kifejezetten egy picit többet fogunk foglalkozni. Balogh Lídia és Sáfrány Réka a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség által delegálódtak ide köreinkbe. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, illetve Cserhet Éva a Muszáj munkacsoportot, illetve a Keret koalíciót képviseli, melynek a Női Érdek, a NAN Egyesület, a Patent is tagja, és ezen kívül még az Amnesty International, ugye nem hagytam ki senkit. Köszönöm szépen, és akkor ebben a sorrendben, ahogy ott szerepel, akkor kérem szépen Cserhet Évát, hogy először a Muszáj munkacsoportról meséljen nekünk egy kicsit. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Én itt úgy vagyok jelen, mint a Keret segélyvonalnak a munkatársa. Először erről beszélnék röviden. A Keret segélyvonal azt kimondottan szexuális erőszak túlélőinek szóló segélyvonal. Egy héten háromszor lehet elérni, hétfőn, szerdán és pénteken, és 4 órát ügyelünk mindegyik nap a vonalon. Ez kimondottan egy olyan program, ami megpróbál hiánypótló lenni a Magyarországon a szociális ellátásban. Ide futnak be azok a hívások, amelyek bármilyen szexuális erőszakkal kapcsolatosak, tehát kezdve a gyerekkori szexuális abúzustól egészen a nemi erőszakig mindenféle, vagy
munkahelyi szexuális zaklatással kapcsolatos történetekkel találkozunk ezen a vonalon. Itt is készültek a Keretkoalíciónak nagyon jó kiadványai, amelyeket megtalálnak majd ott a sarokban. Szexuális erőszakról segítőknek, szakértőknek, áldozatoknak, illetve van egy módszertani segédlet azoknak az ellátó szerveknek és intézményeknek, akik találkoznak a szexuális erőszak túlélőivel. Igen, akkor ugoranék is a muszáj munkacsoportra, ami közelebb áll hozzám, hogyha lehet ugrani a muszáj munkacsoport honlapjára. A muszáj munkacsoportnak, a muszáj munkacsoport az a munkacsoport a gyerekkori szexuális abúzus áldozatainak jogaiért, ebből állt össze a muszáj szó, ami gyakorlatilag arról hivatott beszélni, hogy muszáj erről a tabu témáról beszélni ma Magyarországon és általában is. És itt visszacsatolnék egy kicsit a FRA jelentésre, ahol ugye a magyar adatokban azt láttuk, hogy 15 év alatt a nők 5%-a nyilatkozott szexuális erőszakról. Ezzel Magyarország az egyik legalacsonyabb a FRA jelentésben megjelenő országok között, ugyanis ez az egyik kérdés, ami sokszor beérkezik hozzánk, vajon mennyi az áldozat? A gyerekeknek hány százaléka szenved el valamilyen jellegű szexuális abúzust 18 vagy 15 éves kora előtt? A FRA jelentésnek az átlaga országonként 15% volt, ehhez képest a magyar adat 5%-ot mutat. Ezt mi annak tudjuk be, nem annak, hogy a magyar társadalom ebből a szempontból jobb lenne, hanem annak, hogy a magyar társadalomban ez egy nagyobb tabu téma, mint a többi országban. Tehát mi azt valószínűsítjük, hogy 15-20% itt is az az adat, ami a valós. És ezt mutatják egyébként a legtöbb kutatás, hogy 18 éves kor előtt a gyerekeknek a 15-20%-a szenved el szexuális abúzust. Ugye itt akkor azt szokott lenni a kérdés, hogy ez pontosan mit takar, itt is visszacsatolnék az előttem szólóhoz, Joanna Goodyhoz, aki ugye azt mondta, hogy itt minden nem kívánt szexuális jellegű érintésről van szó. Tehát amíg a fejekben az él, hogy szexuális abúzusnak csak a penetrációval történő nemi erőszak minősül, a felmérések nem így mérnek, és nem ezt tartjuk annak, mivel hogy traumatizál az is, hogyha fogdosás történt, pornográf jellegű képek nézegetése, és a többi. Az áldozatokról még annyit, hogy nemek szerint ez hogyan oszlik meg, ugye a FRA felmérés csak női áldozatokat mért. A felmérések azt mutatják, hogy az áldozatoknak körülbelül 85% a lány, 15% fiú, de legújabb kutatások arra mutatnak rá, hogy nagyobb a látencia a fiúknál, ugyanis ott a homoszexualitással való megbélyegzés magasabb, és ezért még kevésbé beszélnek róla, mint esetleg női túlélők. A honlapunk úgy épül föl, elsősorban áldozatoknak szól, de három fő része van. Ha ön áldozat, ha ön szeretne segíteni, ha ön szeretne segíteniben benne van, hogy a család hogyan viszonyuljon hozzá, a partner, a barátok, az ismerősök, a ha ön szakember alatt pedig megpróbáltunk megszólítani jogalkotókat, szociális munkásokat, nőgyógyászokat, tehát nagyon sok olyan szakmát, akik találkozhatnak áldozatokkal, illetve túlélőkkel. A honlapnak az elsődleges célja az volt, hogy felnőtt áldozatoknak szóljon. Tehát nem annyira használható olyanoknak, akik most foglalkoznak gyerekáldozatokkal, hanem kimondottam, azok lettek megcélozva, akik felnőttként akarnak ezzel a traumával foglalkozni, illetve akik találkoznak ezzel a segítőként.
A Muszáj honlapnak van egy e-mail címe, ahol szoktunk kapni megkeresést áldozatoktól, illetve segítőktől. Egyelőre ez csak egy e-mailes kapcsolattartás. Az áldozatok nagy részét én a keretvonalra szoktam irányítani, ahol vannak olyan szakemberek, akik tudnak incesztus túlélőkkel, illetve gyerekkori abúzus áldozatokkal beszélni. Az áldozatok után röviden kikérnék az elkövetőkre, nem akarok nagyon sokat beszélni, mert rövid az időnk is, ugye még ketten vannak itt a panelben. Próbáltuk úgy megfogalmazni a honlapot, hogy nagyon sok szó legyen tényekről és tévhitekről, mi az, ami az emberek fejében él ebben a témával kapcsolatban, azok mennyire igazak, mennyire lehet azokon keresztül megszólítani akár az ellátó szerveket, akár a családokat, barátokat, és ezért kértem, hogy ez az oldal jelenjen meg, ami az elkövetőkről szól, aminek az elkövető, mentegető és cáfolatok részt adták. Az elkövetőkről statisztikailag annyit szeretnék mondani, hogy az elkövetőknek nagyon nagy százaléka férfi elkövető. Ezt a statisztikák 85 és 99 százalék közé teszik, hogy férfiak követnek el szexuális abúzust. Ilyenkor a kérdés az szokott lenni, hogy de mi van a nőkkel, mert tudunk ilyenről is. Valóban tudunk ilyenről, és valóban előfordul. Van, aki ezt 1%-ban béri, van, aki 15%-ra teszi. A legmagasabb statisztika, amit olvastam ez ügyben, az 22% női elkövetőt mutatott. Mind a két elkövetőre nemtől függetlenül jellemző, hogy abuzálhat mind fiú, mind lánygyereket, ugyanis az abúzusnak a célja nem a szexuális örömszerzés, hanem a hatalomnak a gyakorlása, amelynek az eszköze a szex és a gyerek. Visszatérve az elkövetőkre, és mivel ez a legfontosabb, hogy az elkövetők körüli tévhiteket és az őket mentegető kijelentéseket járjuk körbe, ezért választottam ezt az oldalt, hiszen akkor lesz föllépés a rendőri szervek részéről, akkor fogják megtenni a pedagógusok és más szociális ellátószervek, ami a kötelességük, tehát hogy bejelentést kell tenniük, jelentési kötelezettségük van, ha a szexuális abúzus gyanúja fölmerül kiskorúval szemben, akkor, hogyha ezek a tévhitek nem élnek a fejükben. És akkor például ilyenek jelennek meg az oldalukon, mint hogy szegény elkövetőt is abuzálták gyerekkorában. Ez egy elég jellemző tévhit, ami ugye aztán ahhoz a tévhithez vezet, hogy minden abuzált gyerekből elkövető lesz, ami viszont megbélyegzi az abúzus túlélőket, és még kevésbé fognak jelentést tenni. Olyankor abuzál, ha iszik, ez ugye felmerül mind családon belüli erőszakkal kapcsolatban, mind gyerekekkel kapcsolatban. Csak egy kis melegséget akar, és elvetette a súlykot, ezt így fogalmaztam meg, ez még mindig nagyon él pszichológusok körében is Magyarországon, amit főleg a Ferenci féle nyelvzavarral kapcsolnak össze, tehát hogy másféle igényt fejez ki a gyerek a felnőtt felé, és a felnőtt azt félreérti, ami teljesen nem megengedhető. Illegette magát neki a gyerek, ugye provokálta a gyerek, azért nem tudott ellenállni, nem tudom, a 4 évesnek. Félreértette a gyerek dédelgetés iránti vágyát, ez ugyanez Pepitában, és akkor itt jön a feleségek bevonása, a felesége frigid, nem elégíti ki a szexuális igényeit, kénytelen volt máshol keresni megértést. Ez hiába nevetünk rajta, ezek sokkal élőbb és sokkal gyakrabban előforduló mentegetőzések, mint azt gondolnánk. Az elkövető valójában túl szerette a gyereket, például így fejezte ki a szeretetét. Ez csak egy kis bemutató volt a honlapról, a honlap így épül föl. A Muszáj munkacsoportnak több kisebb projektje van, az egész önkéntes alapon működik, ugyan a honlap elkészültét a Global Fund for Women szponzorálta.
próbálunk olyan irányba elmozdulni, hogy minél több protokoll legyen, amit az iskoláknak követni kell, és ennek ugye most van aktualitása is, ahogy azt majd fogjuk hallani a média szakértőkről. Én egyelőre ennyit szeretnék mondani, és a végén, hogyha van kérdés. Köszönöm szépen, és akkor kérem szépen Lídiát és Rékát. Nem tudom, hogy nektek mi a sorrendetek, vagy közösen beszéltek. Most köszönöm szépen, a magyar Balogh Lídia vagyok, és a női érdeket képviselem most itt. Amiről viszont beszélnék a nők elleni erőszak és média ábrázolás kapcsán, empirikus tudásról. Ezt a tudást viszont így korrekt el kell mondanom, hogy ezt nem civil szervezeti keretek között szereztem, hanem az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karán vagyok most már a doktorjelölt, és doktoranduszként tartottam jó néhány fél éven keresztül, illetve vettem részt olyan kurzusok munkájában, ahol a hallgatók különböző témák, különböző társadalmi problémák média reprezentációját vizsgálták, ez volt a jegy megszerzésének a feltétele, és ilyen módon számos olyan dolgozat elkészültét asszisztáltam végig, amelynek a témája a nők elleni erőszak különböző formájának a média ábrázolása volt. Kezdve a hipotézis megalkotásától, a módszertan átbeszéléséig, és utána a kis elemzéseknek a feldolgozásaig követtem ezeket végig. És először azt gondoltam, hogy ezekről beszélnék, de viszont az idő nagyon szoros, ezért a súlypontot egy kicsit máshova tenném, és azért még hozzá, mert ahogy most áttekintettem ezeket az elemzéseket, nagyon sok mindent elmondanának arról, hogy Magyarországon a média hogyan ábrázolja a szexuális erőszakot, hogyan ábrázolja az elkövetőket, az áldozatokat. Valahol mégsem adna mondjuk a társadalom tudatáról mégsem pontos képet, ugyanis az történik, ami mindenhol történik a médiában, hogy a média bizonyos típusú, bizonyos esetekre érzékeny, másokra pedig nem. Ezek az elemzések is, és nem csak az elemzések, hanem a média figyelme mondjuk az utóbbi 5 évben körülbelül 5 esetre irányult, vagy koncentrálódott, 5 nők elleni erőszak esetre, szexuális erőszakra, vagy párkapcsolati erőszakra, amelyekről mindenki olvashatott, láthatott nagyon sok mindent. Hogy miért pont ezekre irányult a figyelem, annak is megvannak a maga törvényszerűségei, általában akkor irányult figyelem egy-egy ilyen esetre, hogyha a egyik vagy másik fél híres, celebritás, mondjuk így, vagy hogyha tipikusan, hogyha az áldozat idézőjelben fehér, középosztálybeli, az elkövető pedig alacsonyabb társadalmi osztály ünnetán roma kisebb, vagy roma származásúnak vélik, mert van, amikor nem is ez bizonyosodik be a végén. Itt az egyik eset egy ilyen volt például, ami nagy médiafigyelmet kapott. Tehát megvannak azok a minták, amely alapján egy-egy eset felkelti a média érdeklődését, vagy nem. Tehát ez csak egy bizonyos típusáról mondana el valamit a nők elleni erőszak előfordulásainak, tehát hogy milyen a média reprezentációja ezeknek a jelenségeknek. Viszont a közelmúlt eseményei miatt azt tűnik nagyon fontosnak, hogy kiemeljem az egyik nagyon érdekes és sokkoló tanulságát ezeknek a dolgozatoknak. Ugyanis én ennek során jöttem arra rá, ami egyébként lehet, hogy másnak evidens, hogy amikor problematikus média reprezentációval találkoztunk, mármint olyan módon, hogy az emberi méltóságot sértő kifejezések használata, durva áldozathibáztatás, tehát ilyesmikre gondolok, akkor az világosodott ki néhány esetben, hogy a forrás bizony nem más, mondjuk bulvárlapok cikkei mögött, mint a magyar rendőrség
ügynökségnek a hivatalos hírforrás, a police.hu, ami egy hírügynökségként működik, és a rendőrség megyei vagy különböző szintű sajtósai ezen keresztül teszik közre nap mint nap a különböző bűncselekményekről szóló híradásokat. És amikor ez így kiderült, hogy gyakran a problémás, tényleg durván emberi méltóságot sértő kifejezések mögött az áll, hogy egész egyszerűen mondjuk a bulvárlap átvette szó szerint a police.hu szövegét. Ezek után egyébként néhány, itt a keret, végülis a keretkoalícióban résztvevő szervezetek köréről van szó, tehát néhány szervezet együttműködést is kezdeményezett a rendőrséggel, és ajánlásokat fogalmaztunk meg, és illetve problémákra mutattunk rá a police.hu kommunikációját illetően. Sor került konzultációra, elvileg az anyagainkat ismertették a kommunikáció, rendőrségi kommunikációt működtető megyei, illetve kerületi sajtósokkal, fővárosi sajtósokkal, és a megállapodásnak a vagy a része az is, vagy az volt, hogy egyfajta monitoringot végzünk, és figyeljük, hogy azután, hogy konzultációt folytattunk, azután, hogy eljutottuk az anyagainkat, történik-e változás azokon a pontokon, például, ahol rámutattunk, hogy gondok vannak. És hát körülbelül most lenne annak ideje, hogy a monitorozásnak az eredményét bemutassuk. Most úgy jött ki, hogy talán az elmúlt időszaknak a utalak rá, hogy milyen viharos esemény folytán még nem sikerült a rendőrséggel a találkozót megszervezni. Állítólag lesz majd ilyen, és én nagyon bízom benne, hogy tényleg ez meg is valósul, de most akkor az előzetes ilyen monitoring eredményeket sajnos nem a rendőrséggel tudjuk megosztani, hanem mondjuk ezzel a közönséggel például. Csak néhány mondatban, hogy miről volt szó, mint problémáról, és miről bizonyosodott be sajnos, hogy nem teljesen oldódott meg a elmúlt jó egy év alatt, ami alatt lett volna már mondjuk a rendőrség kommunikátorainak, hogy a mi ajánlásainkat figyelembe vegyék. A témák, amelyeket néztünk, az a prostitúció, szexuális kizsákmányolás, a párkapcsolaton belüli erőszak, illetve a szexuális erőszak volt, és kifogásoltuk többek között a bulváros címadást, néha a szöveg nem is volt annyira problematikus, de a címadás, ezekből sajnos még mindig maradt, például mondjuk egy savas támadás, szerencsére itt nem a nő testét, hanem csak az autóját öntötte le savval a támadó, itt a maró féltékenység címet kapta a rendőrségi hír, aztán ilyen komikussá tevő címadások, hogy alsógatyában menekült a támadó, itt egy kiskorú elleni szexuális erőszakról volt szó, csak hogy néhány példát említsek. Ez volt az egyik, aztán nagyon sokszor arról az derült ki, hogy valószínűleg az intézkedő rendőrök, akiknek az intézkedéseiről beszámolt a sajtós, sem voltak tisztában a büntető törvénykönyv egyes rendelkezéseivel, mert legalábbis a leírás ezt sejtette, tehát hogy egyfajta ilyen tudatlanságról árulkodnak ezek a, tehát olyan kifejezéseket használ, ami már a büntető törvénykönyvben nem szerepel, illetve ahogy az eset le van írva, abból kiderül, hogy például nem tud arról az illető rendőr és a sajtós sem, hogy a 18 éven alulitól szexuális szolgáltatást vásárló kliens az bűncselekményt követel, ez például egy tipikus hiba. Illetve a nagyon nagy probléma is mindegyik területen előfordult, és itt visszautalnék az előző prezentációra, a szexuális abúzus gyermek áldozataira, hogy az egy nagyon sokkoló jelenség, hogy a rendőrségi hírekben a gyermek áldozatoknak valamiféle olyan, nem, nincs jobb kifejezésem rá, mint hogy agencia van tulajdonítva, amit nem lehetne. Tehát például, amikor a 11 éves lány megerőszakolják, miután webkamerán mutogatta magát, és utána udvarlónak van nevezve a 26 éves férfi, aki rajta erőszakot követett el, vagy 15 éves asszony kínálja a bájait, ez egy gyermekprostituált,
ilyesmikre gondolok. Ja, vagy hát idézőjelben a kedvencünk, amikor egy gyermekkorú, tehát 12 éven aluli áldozatról van szó, akit az édesapja, tehát ez a kifejezés, az édesapa szerepel benne, az édesapja eladott egy férfinek, egy felnőtt férfinek, és megszökött, tehát úgy van leírva az eset, hogy a gyerek megszökött, mert nem érezte jól magát, tehát hogy ebben ugye benne van, hogy akár jól is érezhette volna magát, vagy tehát hogy a gyerek áldozatokkal kapcsolatos tudatosság, hogy ők áldozatok, és ők nem cselekvők ezekben a történetekben, ez nagyon alacsony. Igen, és akkor csak egyetlen utolsó dolog, hogy miért említettem az elmúlt időszak viharos eseményeit. Ha már itt vannak néhányan, akik tovább vihetik a hírt, akkor ezen a fórumon is szeretnék arról beszámolni, hogy nagyon sajnálatos fordulatok következtek be a magyar rendőrség két megyei szerve részéről a nők elleni erőszak úgymond megelőzése terén. Az egyik az a november 21 volt, amikor bemutatták a Baranya megyei rendőrkapitányságnak egy úgynevezett bűnmegelőzési videósorozatát, ami fiataloknak szól, és egyértelműen az áldozatok felelősségét firtatja a szexuális erőszakban fiatal lányok, akik bulizni indulnak, és az egyiküket megerőszakolják, és a szlogen pedig az, hogy tehetsz róla, tehetsz ellene, ami egészen sokkoló így a 21. században. És utána néhány napra rá a police.hu, tehát ez a rendőrségi felület adott helyt egy közleménynek, ez egy másik megyei rendőri szervez, a Vas megyei, Nyugat-Magyarország Vas megyei rendőrfőkapitányságnak a közleménye, egész ironikus, vagy talán cinikus módon november 25-ére időzítve, ez ugye a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, és ezen a napon egy olyan közleményt tettek közzé, amelynek az a cím, hogy nők az erőszak árnyékában, ez is egy kicsit egy bulváros felütés, és ebben kifejezetten és explicit módon a nők metakommunikációját, illetve a fiatal lányok kacérviselkedését teszik felelőssé azért, hogy ezzel erőszakot váltanak ki. És úgy foglalják össze, hogy az erősz, hogy... Szóval egészen botrányos, ennek angol fordítása is elkészült itt az asztalnál ülő egyik kolléga jóvoltából, úgyhogy ezt szeretnénk minden fórumon terjeszteni, és szeretnénk, hogyha a rendőrség visszavonna ezt a közleményt, illetve ezeket a videókat ideig, ezúton is felhívjuk a rendőrség, belügyminisztérium minden illetékes figyelmét arra, hogy ez teljesen tarthatatlan, és ezt vissza kéne vonni, és el kéne határolódni, de ez eddig nem történt még meg sajnos. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a felvezetést. Tehát a gyakorlat után én inkább az elméletről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát, hogy a média hogyan közelíthetné meg gender etikus, tehát társadalmi nemi szempontból etikusabb módon például a szexuális erőszak ábrázolásának a problématikáját. Itt szeretnék arra utalni, hogy az ezzel kapcsolatos irányelvek azok nem teljesen újak, tehát nem ezek a, tehát rengeteg előzménye van ennek a, amiről most fogok beszélni. Többek között a keretkoalíció blogspot oldalon is elérhetőek azok a korábban lefordított ajánlások, amelyek ezt a témát fedik le. És ezeknek a vagyis hogy ezek is beépültek abba az újonnan magyarul is megjelentetett kézikönyvbe, aminek a címe Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek, és amely elérhető ezen a honlapon, a címe ncta.nőiérdek.hu. És ez a női érdekérvényesítő, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a Független Média Központ közös a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projektjének a honlapja. És itt már magyarul elérhető ez a tankönyv, illetve kézikönyv és forrásgyűjtemény, melynek a második kötete, azt szeretném most egy kicsit kihangsúlyozni,
az konkrétan olyan témakörökkel foglalkozik, amelyekben gyakran a gender szempont előkerül, és ezért igyekszik a média munkatársainak olyan kézzelfogható gyakorlati ilyen irányelveket mutatni, amelyeknek segítségével ezt szemléletesen, érzékenyen tudják bemutatni, és azzal a céllal, hogy ezeknek a kényes kérdéseknek a társadalmi megítélésén is változtatni tudjanak pozitív irányba. Tehát az itt kiemelt irányelve, vagyis hogy elvek, amikkel találkozunk, már építenek a korábban megjelent például argentin úgymond 10 parancsolatra ebben a témában, illetve a nemzetközi, illetve európai DART Center, amelyik az újságírás és a trauma témájával foglalkozik, szintén foglalkozott ezzel a témával, és itt is van egy ilyen, úgymond, ilyen checklist, egy lista, ami arra szolgál, hogy előzetesen is, illetve a már elkészült tudósításokat is az újságírók le tudják ellenőrizni gender szempontból. Kiemelném, hogy mindenek előtt nagyon fontos az, hogy a szexuális erőszak témaköréhez a megfelelő óvatossággal, gondossággal közelítsenek az újságírók. Fokozott erkölcsi érzék szükséges ahhoz, hogy ezt megfelelően föl tudják dolgozni. A jogszabályok ismerete, kellő ismerete, illetve a trauma hatásainak az ismerete is. Adott esetben, hogyha szexuális erőszak áldozatával készítenek interjút, mivel ezeknek, ahogy már számtalan esetben ma is hallottuk, túlnyomó részt az áldozatuk nő, ezért ajánlatos az, hogy női újságírók készítsenek interjút, akik kellő mértékben fel vannak készülve a trauma hatásait illetően, hiszen hogyha a trauma hatására esetleg nem olyan, nem a várt összefüggésben tudja valaki prezentálni például a történetet, akkor legyenek tudatában annak, hogy ez a poszttraumás stressz egyik jele is adott esetben. Tehát ha ezekről az irányelvekről gondolkodunk, akkor szeretném esetleg kérni azt, hogy gondolkodjunk együtt arról, hogy ezeknek a fényében a rendőrség által közzétett úgymond oktatív videók hogyan szerepelnek. Tehát az egyik fontos, az a pontos nyelvhasználat. Fontos az, hogy a cselekményre megfelelő elnevezést használjuk, és ugyan szexuális erőszaknak nevezik ezt a jelenséget, de nincs köze a szexualitáshoz ilyen értelemben, hanem az indítéka az más, az a hatalom gyakorlásnak az egyik eszköze. Lehet a nők elleni erőszak, vagy a gender nemi alapú erőszak, vagy a szexista erőszak is akár egy megfelelő megnevezés. Aztán, hogy túlérőkről, vagy áldozatokról, vagy áldozatról beszélünk-e inkább, ez is egy fontos kérdés, és talán ez a magyarban egy kicsit más, mint az angolban, hiszen az áldozat elnevezés az egy bevettebb, jobban elterjedt dolog, viszont az inkább a trauma hatásaira irányítja a figyelmet, ugyanakkor a túlélő megnevezés az arra utal, hogy a nő a támadás után is él életet, hogy vissza tudja nyerni a kontrollt a saját élete fölött, és dönteni tud saját jövőjéről. Esetleg még magyarban még a sértetti kifejezés, amelyik egy jogi kifejezés, az is felmerül, mint lehetséges alternatíva. Nagyon-nagyon fontos a magánélet védelme és tiszteletben tartása, és ennek érdekében az újságírónak a bizalmat föl kell építeni az interjú alanyában, és ezt a bizalmat fönn kell tartani. Ha ígéri neki, hogy anonimitást ígér neki, akkor azt, hogy az interjúnak az anyagát ő is ellenőrizheti, például akkor ezeket az ígéreteket nagyon fontos betartani. Ha azt kéri, hogy tehát az anonimitása meglegyen, és ennek érdekében valamilyen részt ki szeretne hagyni, vagy
más meg szeretne változtatni, akkor természetesen ezt is kell, úgy kell tenni, ahogy az áldozat kéri, vagy túlélő. A biztonság kérdése is nagyon fontos. Itt olyan esetekre is kell gondolni, hogy mi esetleg nem tudjuk felmérni, hogy az interjú alanyunk biztonságban van-e azáltal, hogy interjút ad, illetve hogy megjelenik az interjú. Ezzel ő vele, illetve segítő nőszervezetekkel kapcsolatban is lehet véleményt kérdezni. A feldolgozás során is egyébként fontos az, hogy az interjú során hogy érzi magát az interjú alany, és például el kell kerülni a miért kérdéseket, amelyeknek egy kihallgatáson inkább van szerepe, mint egy ilyen interjú közben, amelyik sokkal érzékenyebben dolgozza fel a témát. A háttérkutatás is egy olyan problematikus dolog szokott lenni. Itt például egyébként is rendkívül fontos az, hogy a média munkatársai tudatában legyenek annak, hogy általában ismerősök vagy rokonok részéről gyakrabban fordul elő például szexuális erőszak, de a média mégis szereti jobban megmutatni az idegenek által elkövetett erőszakot. Az mégis viszont ez az arányokat eltorzítja. Kerüljük a szexizmust, mondja ez mint egy irányelv. Ez egy nagyon-nagyon nagy terület. Ez arra is utal, hogy semmilyen körülmények között ne sugalljuk, hogy az áldozat viselkedése, bármilyen megjelenése, vagy bármi indok lehetett arra, hogy ellene erőszakot követtek el. Ne sugalljuk azt se, hogy a nőknek korlátozniuk kéne a viselkedésüket valamilyen formában ahhoz, hogy ezt elkerüljék. Ne használjunk drámai kifejezéseket, amelyek a nők hiszékenységét és a védtelenségét szokták általában, vagy ennek az a gondolat, vagy eszméjét szokták általában erősíteni. És ne ítélkezzünk arról, hogy mondjuk hogyan dolgozták fel utána az erőszakot, hiszen mindenki másképp éli át, és mindenki másképpen dolgozza fel. Arra is vigyázzunk, hogy mivel illusztráljuk, milyen zenei aláfestést adunk például a tudósítás mellé, hogy az se legyen véletlenül se áldozat hibáztató. Van még néhány szempont, amelyek közül az egyik legfontosabb talán az, hogy az elkövetőt tegyük láthatóvá. Tehát ellentétben azzal, amit mondjuk ezek a kisfilmek is sugallanak, a nőket nem szörnyek, hanem átlag férfiak, akik közül egyesek így akarnak így akarják az nők feletti uralmokat gyakorolni. Tehát nem szörnyek, nem fantomok erőszakolják meg a nőket, hanem valódi emberek, és nem, akik nem pszichopaták. És nem szabad őket például azzal mentegetni akár, hogy a pszichológiai állapotuk miatt rosszul értékelték a helyzetet például. Amikor lehetséges, és ez egy nagyon fontos utolsó tanácsa ennek a tankönyvnek, amikor lehetséges, nyújtsuk információt arról, hogy az szexuális erőszak túlélői milyen szervezetekhez fordulhatnak hatékony segítségért. Magyarországon ilyen szolgáltatást a NANE Egyesület, illetve a Patent Egyesület nyújt, és például a Keret Koalíció szexuális erőszak segélyvonala egy olyan segélyvonal, amit lehetne ugye ezeken a média által is reklámozni, amit nagyon szeretnénk elérni. Még egy téma merült fel ebben a kiadványban, hogy a háborúban elkövetett nemi erőszak ábrázolása, illetve az feldolgozása az újságírók által, ami maga is nagyon traumatikus lehet. Ez talán Magyarországon kevésbé merül fel, viszont számomra jól érzékelteti azt, hogy a nemi erőszak az nem egy szexuális aktus, nem kölcsönös, hanem ez egy eszköz, az
itt például a háborúban hadi fegyverként is használt eszköz, ami szerintem rámutat arra, hogy akár kapcsolatban vagy egy nem erőszak esetnél ugyanezt az aspektusát érdemes megfigyelni. Azt hiszem, ezt szerettem volna mondani, és mindenkit biztatni arra, hogy keresse fel ezeket a honlapokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Cserhát Évának, Balogh Lidiának és Sáfrány Rékának a prezentációt, és két rövid kérdésre van időnk, és rövid válaszokra. Lajtai Kadocsak Klári vagyok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, és én az elmúlt évben egy kutatást végeztem, amit az ELTE-n végzett tanulmányaimnak a diplomamunkájához volt szükséges. A családon belül bántalmazott nőkről, nekik is hogy művészetterápiával hogyan tudnak a munkaerőpiacra visszakapcsolódni. Az anyákat, a szakemberek mellett az anyákat, a bántalmazott anyákat az anyaotthonokban kerestem fel. Tehát igazából nem számít reprezentatívnak, hiszen tudjuk, hogy akik az anyaotthonokba kerülnek, vagy a krízisotthonokba, ez a jéghegy csúcsát képezi. A kérdésem az lenne, hogy mondta Györgyi, hogy rövid, hogy a jövő évi projektekkel kapcsolatosan a gyerekek lesznek megszólva, és gyerekek kerülnek górcső alá, akik a családon belül bántalmazást elszenvedték, hogy én arra jutottam a kutatásom során, hogy ugye ezek a gyerekek iskolába járnak, vagy óvodába. Egyre több a gyerekek körében az iskolai agresszióról is egyre több szó esik, és mivel pontosan látens ez az egész bántalmazás a családon belül, hogy érdemes lenne esetleg a másik oldalt, az oktatást is bevonni, megnézni. Kérdés, bocsánat. Ez, hogy szándékotokban van, vagy van-e kapcsolódási pont ehhez a területhez? Ez a kutatás kifejezetten a kényszerláthatásról fog szólni, tehát ez egy annál korlátozottabb dolog. Utolsó kérdés. Olyan szigorú voltam, hogy nem mer senki. Hát akkor van egy örömhírem, hogy egyrészt aki idáig kitartott, azt vendégül látjuk egy pár falatra odakint, itt van, ahol a kávészünet is volt, és viszont nagyon-nagyon fontos, hogy akik részt vesznek, és ők tudják kicsodák, a NAN Egyesületnek a Norvég Civil Támogatási Alap fejlesztendő projektjében szervezetként, azokat ugye egy délutáni zárt körű szeánszra is várjuk, majd 14:30-kor itt találkozunk ismét. Egyúttal nagyon szépen köszönöm nem csak a Norvég Civil Támogatási Alapnak, hanem a Vodafone Alapítványnak, az Európai Uniónak, a Nyílt Társadalom Alapítványnak a támogatást, illetve a Ustreamnek, hogy lehetővé tette, hogy azok, akik ma nem tudtak idejönni, de van netjük, azok is velünk lehettek. Innen is üdvözlöm a Ustreamen a konferenciát követőket. Köszönjük szépen az előadóknak is, és a résztvevőknek is. Ja, és bocsánat, a tolmácsoknak, természetesen a tolmácsoknak legjobban.